kapaszkodjunk össze. Álom és valóság, rajtunk múlik minden. Sok szeretettel köszöntöm a Dabas Televízió kedves nézőit. Elindult a játék, a forduló és az egész bajnokság egyik legnagyobb hazai rangadóján. Az FC Dabas a Kecskeméti TE csapatát fogadja. Az MB3 középső csoportjának vagyunk a 30. fordulójában, és ez a mérkőzés a forduló záró találkozója, ahol az első Kecskemétet látja vendégül a harmadik helyezett FC Dabas csapata. Az FC Dabas kezdte a mérkőzést a megszokott hazai piros-fekete felsőben, fekete nadrágban, a vendég kecskemétiek is a saját fehér-lila szerelésükben vannak, fehér felsőben és lila nadrágban. Nézzük gyorsan a kezdőcsapatokat, reméljük az első percekben nem történik semmi olyan izgalom, hogy ezen gyorsan ne tudnánk végigmenni. A vendég Kecskeméttel kezdjünk. Kapuban 89-essel Mészáros Dávid, 4-essel Grünwald Attila László, 7-essel Károly Bálint, 11-essel Tóth Dániel, 12-essel Szalai Gábor Sándor, 14-essel Koszó Balázs Tibor, 16-ossal a csapatkapitány Vágó Levente Martin, 17-essel Ludasi Martin, 18-ossal Puskás Gábor Sándor, 29-essel Asztalos Dávid és 70-essel Gáz Szabolcs. Ez tehát a vendég Kecskemét kezdő 11-e. És visszajön a labda, úgyhogy nézzük a cseréket is a vendég oldalon. 22-essel a cserekapus Lékai Soma, 3-assal Kotrocó Péter, 9-essel Nagy István, 10-essel Puskás Zoltán és 23-assal Konstantinescu Dan Marius a csere. A vendégeknél egy nagy helyzet az elején, Tisztáz Márton. Viszont kecskeméti szöglettel folytatódik a találkozó. Tehát ez a kezdő és ennyi cserejátékos áll Gombos Zsolt vezetőedző rendelkezésére a kecskeméti oldalon. És mielőtt elindulna a szöglet, akkor gyorsan a dabasi kezdő 11, 99-essel Kerság Roland Attila a kapuban, 4-essel Forgács András, 5-essel Márton Dávid, 7-essel Busa Bence Zoltán, 8-assal Marsa Levente, 9-essel Szabó László, 11-essel Vladó Stefán, 22-essel Dudás Dániel, 24-essel Ertős Gábor, 56-ossal csapatkapitány Fritz Attila, és 73-assal Földes Milán a dabas kezdő 11-e, de nézzük akkor most a Kecskemét szögletét a harmadik percben. Középen elmegy a labda, és Erdős megpróbálja kikísérni. Nem jól fedezte Gál, visszakerül a labda a dabashoz. Akkor gyorsan nézzük még a dabasi cserejátékosokat. 1-essel Petrányi József a cserekapus, 6-ossal Kovács Péter, 10-essel Ágoston Donát,
13-asra Sziklási Gergely, 15-össel Takács Kornél, 20-assal Kis Ákos, 27-essel Horváth Bence, 44-essel Bíró Ákos, 72-essel Lévany Norbert. Ezt állt a kezdő és a csere padja Szabó István László vezetőedzőnek dabasi oldalon. És akkor Kersák rúgja fel a labdát. Busa próbál harcolni érte. Kiemeli a Kecskemét védője. Nagyon erőszakosan Tóth fejelt el, de szerencsére Földeshez. Középen már Marsa. Radul, és vissza a Földes. Majd újra Szabó. Jön be a keresztlabda Szabótól. Aztán odalép Szabó Ludasinak. A labda viszont Kecskeméti lábról került ki. És a Dabas jöhet bedobással. Ez tehát a 30. forduló 29 lejátszott eddigi mérkőzés után. A Kecskemét vezeti tehát a bajnokságot 65 ponttal. Második az Iváncsa 64 ponttal, és harmadik az FC Dabas 62-vel, tehát ez a közvetlen élmezőny. A negyedik a Ferencváros második csapata 59 ponttal, ötödik pedig a Budapest Honvéd második csapata 53 ponttal. Ez a két csapat játszott egyébként a mostani 30. forduló nyitó mérkőzését, ahol a Budapest Honvéd otthonában 2-2-es döntetlen született, és minden további fordulóbeli mérkőzés velünk egy időben kerül megrendezésre. Például a közvetlen rivális Iváncsa otthon fogadja a Paks 2-t, illetve a Dabas Gyón csapata az SMTK vendégeként játszik ebben a körben. A két csapat őszi mérkőzésén Kecskeméten egyébként 2-0-ás hazai győzelem született. Akkor egyébként Károly Bálint volt az, aki duplázott, és a vendégeknél Károly Bálint mellett érdemes még odafigyelni Tóth Dánielre. Ők ketten a Kecskemét két legeredményesebb játékosa. Károly Bálint 17 góllal vezeti a csoportnak a gólövő listáját is. És ugyanezen a listán negyedik Tóth Dániel 13 találattal. Kettőjük között középen beékedődik Vladó Stefán, a dabasiak csatára. 15 találattal holt versenyben a második helyen van. Egyébként ha a vereségek számát nézzük, a Kecskemétnek eddig 4 veresége van, a Dabasnak pedig csak 3, viszont a nagyobb döntetlenek száma miatt egyelőre még a Kecskemét megelőzi a Dabast. Pont azzal a 3 ponttal a játékvezető továbbotint. A találkozott egyébként Horváth Patrik vezetés, Nagy Viktor, valamint Nagy Alex a két segítője. Tehát pont az a 3 pont a két csapat közötti különbség, amit ezen a meccsen akár le is dolgozhatna az FC Dabas. Szabó szerez labdát a térfél közepén. Erdős, Radul, vissza Szabónak. És jó a beindítás Busának. Kicsit hosszú, úgyhogy időben lépett ki a vendégek kapusa, Mészáros Dávid. Hátulról Dudás lép ki a védelemből és szerez labdát. Szabó pedig már inkább hátrafele biztosít. A hétközi mérkőzés játszott egyébként mindkét csapat. Szerencsére a dabasiaknak szerdán Monoron 1-0-ra sikerült nyerniük idegenben. A Kecskemét pedig hazai pályán 3-0-ra verte az SMTK-t. A Kecskemétnek volt könnyebb dolga, de éppen mondjuk egy héttel ezelőtt a Kecskemét nem tudott nyerni Monoron, 2-1-re vereséget szenvedett, és az előtti fordulóban hazai pályán játszott 2-2-es döntetlent a Szekszárddal, tehát ezért is van az, hogy megint csökkent a pontkülönbség a két csapat között. Ennek egyébként most jelen pillanatban az Iváncsa örül legjobban, akik csak egy pontra vannak a Kecskeméttől, de az Iváncsával mind a Kecskemét, mind a Dabas fog még megmérkőzni a hátralévő fordulók során, és ezért az egymás elleni mai mérkőzés kiemelten fontosságú. Egyébként a délutáni elsős idő mostanra a kezdési sípszóra elállt, tehát jelen pillanatban pont nem esik az eső, de kellően vizes és csúszós a pálya, úgyhogy ezt is majd figyelembe kell venni a játékosoknak. És most már a 7. percben járunk. Dabas Kecskemét továbbra is 0-0. Kersák megint feltolja a védelmet. És jön a hosszú kirúgás tőle.
Lévai tudott még belefejelni, bocsánat, földes volt az. Dudás nem tudja elkotorni a labdát, középen viszont nem volt jó az indítás a Károlynak. Fritz pedig már labdát szerez, aztán rendeződik vissza a helyére. Lehet látni az elején, hogy nagyon fegyelmezetten játszik a Dabas, megpróbálja tartani a formációt. És figyelnek elsődlegesen arra, hogy hátul nagyon stabilak legyenek. Földes, vissza Szabónak. Hát ott pedig már forgács, passzol Márton felé. Jól tolódik a Kecskemét, nincs nagyon hely közelebb menni. Koszó piszkál oda. Aztán Vladul rúg egy kicsit a labda mellé. Oda a lehetőség, Grünwald pedig már a bal oldalon hozza előre. Koszó szaporázza, Erdős lép bele a labdába, de így pattan pont Puskás elé. De Fritz megszerezte a labdát, Marsa pedig már a térfél közepén passzolhatott Szabónak. Aki előtt mivel nem volt társ, így inkább hátra passzolt Földesnek. És megint a megszokott hátulról történő építkezés a dabosiak játékában. Fritz. Puskás zárta a szöget. Vladul Gál mellett feje. Nem volt szabálytalanság, mehet tovább a játék. Koszó pedig inkább hátra passzol Mészárosnak. Védelemben hatogat a Kecskemét, majd most a hosszú beindítás. Kersák egy kiáltással jelezte a védelemnek, hogy övé a labda. Két ember közé ment az indítás, de nem jól ért a labdához Puskás. Bedobása jött a Dabas. Viszont nagyon közel van az a bedobás a saját alapvonalához. Márton megtörli a labdát. Megpróbálja egészen Erdősig előre hajítani. Sikerül is neki, Erdős megcsúsztatja középre. Koszó pöckölt el Vladul elől. És ott pedig már rátartottak forgács lábára. Tóth Dániel volt az. Dabasi szabadrúgás következhet a 10. percben. Továbbra is 0-0 a találkozó állása. Fritz. Megint megy befelé a hosszú indítás. Gál fejelte el Puskás felé. Márton jól lép azonban föl, és Busa lecsap a labdára. Erdős visszavladulnak. Szabó már a másik oldalon. Földes. Nem volt jó a bepassz, de Marsa visszaszerzi. Hiába rángatja Tóth. Vagy mégsem annyira hiába, mert el tudta pöckölni. És Márton már lesről jött vissza. Gyorsan el is végzi a szabadrúgást a Kecskemét. Koszó, átlépi a félpályát, majd jön a benindítás. Kersák oldalra lép, belépett Ludasi elé, de csak kikísérni kellett neki a labdát. Asztalos és Tóth, és egészen elől a Dabasi 16-osnál, úgyhogy Kersák inkább kirúgás választ. Erdős lépett oda Vágónak, a vendégek csapatkapitánya kap szabadrúgást.
Károly Bálint a labda mögött. És a kecskeméti belső védők is felsétálnak. Nézzük, milyen kombináció jön, egy felívelés. Forgács bejefele, de hátra, Mártonnak kell kihúznia. És sikerül ezt oldalra tenni, úgyhogy nem szöglet, hanem bedobással jöhet majd a Kecskemét. Tóth kocogat el a labdáért, és véletlenül azért ő, mert be fogja tudni dobni egészen a Dabasi ötös környékére. Gály jött érte. Tóth a bejöve is után. Ladul lőtte ki a labdát. Puskás. Dudasi a beíveléssel. Tóth lefejelte, Dudásról lepattan azonban a labda. És aztán Tóth lép oda keményen Erdősnek. Kifelé jár. Szabadrúgás. Vladul tud belefejelni a labdába, de nem csapattárshoz. Erdős pedig kilökték a labda alól. Fritz lép annyira oda, hogy Erdős utána meg tudja akasztani a kecskeméti támadást. De most jön a második hullám. Szalai. Ágoston elől nem tudott lépni Dudás, és ott a helyzet. Elkerülte asztalos lövése Kersák kapuját. Nem kellett beleavaszkozni a Dabasi kapusnak ebbe a lövésbe. Minden esetre érdemes odafigyelni, egy-egy ilyen védő kilépés. Csúszós pályán nem biztos, hogy a legszerencsésebb. Dudás nem is tudott rögtön visszazárni, és már is a helyére küldték a labdát a kecskemétiek. Szerencsére asztalos ezúttal nem talált kaput a lövésével. Szabó nem fért a labdához Ludosi mellett. Forgács. Márton vissza Forgácsnak. Kersákot is bevonják a labdaadogatásba. A Dudás pedig már a jobb oldalon lépked fel. Forgács, most jön a hosszú indítás, meg is érte Vladul, de kifele kanyarodik a labda, Koszónak elég volt kikísérnie, a bedobás lehetőségét pedig ott hagyja Puskásnak. Puskás mellé rúgott a labdának, hiába készítette vissza neki Vágó. Fritz pedig inkább hátra Márton felé dobta be, és ez egy eladott labda, asztalos indulhat meg. Hosszú oldalon kíséri a támadás Ludman, Ludasi. És bele kellett érnie egy Dabasi védőnek a labdába. Így csak az oldalháló rezget meg. De újabb kecskeméti szögletet jegyezhetünk fel. Károly végzi el ezt a szögletrúgást is. Rövidre kanyarodott be. Vladó Stefán fejelte ki. Gyorsan a második után a harmadik szögletét is megrúghatja a Kecskemét.
jön be a labda, Forgács középen nagyon magabiztosan fejeli ki. Aztán Márton is. Ez a rúgás pedig Vágótól nem talál kaput. Felszabadul a Dabasi a kapuja. Kessek hozhatja már játékba a labdát. Márton tudja elfejelni, nagyon jó, Vladul Busának. Busa a vonal mellett, Farkas jött vele vissza, Erdős pedig már középen. Földes. Szabó. Nem tudja Földes visszakapni egyből, Fadónak. Meg kellett fordulnia, és rossz a visszagurított labda Marsának. Földes szerzett labdát, és indítja egyből Busát. Nem volt le sem Busa, de nem tudta jól átvenni mellel. Kicsit a háta mögé jött az indítás. Vágó. Koszó. Vissza hátra, Mészárosnak nem volt túl sok helye. Ezt ki kellett vágni a labdát, hogy ne Vladul elé kerüljön. Most egyébként, hogy látjuk a kecskeméti kapot, látható ott a kerítés mögött. Ma is a leglelkesebb szurkolók itt vannak, és bár ide a Veli Sportparkba nem lehetett őket beengedni, de a kerítésen kívülről itt vannak és szurkolnak a csapatra, illetve Kecskemétről is a rangadó fontosságát mutatja. Érkeztek szurkolók megtekinteni ezt a mérkőzést. Marsa! Hárman is támadták, Forgács, jön a beindítás, hosszú elfejelte Vladulhoz. Földes már a labdával, jön a beívelés, a saját védője takarította el Mészáros kapust. Így bár Dabasi bedobás következhet, meg kell állítani egy kicsit a játékot. Ráugrott Mészáros, ha jól láttam, Gára, és az ő vállán esett át, és fogott szerencsétlenül talajt. Amíg az ápolás tart, addig gyorsan egy kis multidézés, egy hete a közvetítésünkön. Láthatták a kedves nézők, hogy az FC Dabas a sereghajtó Mönsies ellen 6-0-ra nyert hazai pályán, és azóta volt egy hétközi mérkőzés is, ahogy azt már a közvetítésünk elején említettem. Monoron nagyon fontos 3 pontot gyűjtött be az FC Dabas, idegenbe tudott nyerni egy góllal. A mindent eldöntő találatot Forgács szerezte a 85. percben, tehát a hajrában is még tudott nyomni a Dabas. Itt továbbra is tartja a dobogós helyét. Közben véget ért az ápolás. És Mészárosnak kellett megint közbeavatkozni. Busa elől kifejelték. Szabó visszahúzott labdája nem volt pontos. Aztán pedig Szalai emelte ki a labdát, de csak Dudásig. Jön a visszaívett labda, ezt Koszó fejeli ki. Most Marsán el a labda. Szabó messziről próbálkozik, de magas volt a lövése. Tehát nagyon fontos 3 pontot gyűjtött be a Dabas. Jó hangulatban készülhetek a Kecskemét elleni mai találkozóra. A következő mérkőzés pedig majd szintén hazai pályán 25-én, április 25-én lesz a Dunaújváros ellen. Termék szerint azt a mérkőzést is közvetítjük majd önöknek. Tóth. Puskás. Fritz lép oda neki hátulról, de nem szól a játékvezetői sípszó, mert tovább. Vladul. Szabó elpasszolja a labdát. Fritz Bék bent tudja tartani, és addig Puskás fel kell a földről. Szabó pedig visszapasszol Dudásnak. Volt ideje rendezni a sorokat a Kecskemétnek is. Gyorsan elvégezte a bedobás Puskás.
aztán valószínűleg majd elvégezhet még egyet, hiszen Fritz fejéről került ki a labda. Megy a beindítás asztalos felé, hogy csúszik a labda azonban a vizes füvön. Nem érhette el a kecskemétiek csatára ezt a labdát. A 23. percben járunk a találkozón, Dabas Kecskemét. Továbbra is 0-0. Mindkét oldalon volt már lövés, de kaput még nem találtak a csapatok. Igazán nagy helyzet nem alakult ki, ez Puskás kezéről pattant el, le lehetett volna fújni. Előny szabályra játszott a játékvezető, akkor ez most nem jött össze, megállíthatta volna a játékot. Koszó vissza Gálnak, Szalai. Szalai indul meg előre, Szabó lép oda neki, és akasztja meg a kecskeméti védőt. És megint azt láthatjuk, hogy a kaputól messzebb történő szabadrúgásnál is előre lépnek a kecskeméti védők. És Károly megint egy kapu elé íveléssel próbálkozhat vendégrészről. A beívelés, Marsa vágja ki. Fritz zavarja Koszót. Aki nem is passzol jó helyre. Földes készítette le Kersáknak. És ez pedig már kéz Gálnál. Le is fújta a horvát Patrik játékvezető. Marsa nézi, kinek lehet gyorsan elvégezni, senkinek, úgyhogy inkább oldalra gurít Mártonnak. Forgács. Márton, Fritz. Hátul kell körbeadogatni a labdát a dobosi védőknek. Elő nem nagyon volt senki, akinek fel lehetett volna passzolni. Jól tolódik az asztalos Tóth Károly. Támadó trió a vendégeknél. Ketten is mennek a beívelésre, de Koszó végül kikíséri. Kecskeméti kirúgás következhet. Koszó. Károlyt kísérte Marsa, és meg is volt az eredménye, dabasi bedobás következhet. Erdős ott hagyja Fritznek. Márton íve fel, de nem jó helyre. És hátul volt még egy falt. Ez miatt Gál el is végezte gyorsan kecskeméti szabadrúgást. Szalai. Estében is tovább tudja passzolni a labdát. Tudás próbálja kikísérni, de nem megy ki a labda. Viszont Tudasi ért bele utoljára. Most a másik oldalon is megnézhetünk egy kapus kirúgást. Marsa mögül vágó fejeli el. Fritz pedig felvágja a levegőbe.
Puskás fejet ad a Károlynak, de Marsa már megint ott figyel. Egymás után két labdába is beleér Marsa. Hosszú. Nem tudott passzolni vissza Gálnak, így elindult előre. Ez a passz azonban pontatlan. Kessek pedig kijön a labdáért, és már ki is gurítja Dudásnak. Szabó. Földes. Marsa jön hátra a labdáért. Segít be a védelemnek. Fritz. Erdős. Radó visszapasszolt. Újraindulhat hátulról. Dabasi labdaadogatás. Marsamba azonban másképp gondolja, és átforgatta volna Földesnek. Nem volt pontos a passz. Szabó szerelése után pedig Dabasi bedobás jöhetett. Fritz. Jó volt a Csel Károly mellett. Aztán oda, ott van Tóth is. De inkább hátrafele fordult a Dabasiak csapatkapitánya. Forgács pedig már Busa felé passzol. Busa fejelt le. Erdős pedig ütközött Károllyal. Vendég szabadrúgás ennek az eredménye. Szó. Busa támadja. Puskás. Egyből Károlynak. Tóth mögül jól lép ki Márton. Aztán viszont Károly a szemben már szabálytalankodik. Ez megint kedvező helyzet a kecskemétieknek. Kapu elé történő ívelésre. Nagy bent a helyezkedés. Károly és Puskás a labda mögött. Puskás elindul. Károly beível. Tudás fejelte ki a labdát. Szabó pedig már egyből előre indítja hosszan Busát. Kilép a kapus is a kapujából. Koszó lépett oda Busa mellé. Egy fontos taktikai falt volt, hiszen nagyon messze volt a kapujától Mészáros. Jól avatkozott közben a kecskemétiek védője. Busa okosan fedezte azért a labdát, nem tudott lefordulni kifelé. Így most egy jó helyzetből elvégzett kecskeméti szabadrúgás után a Dabas következhet nagyjából hasonló helyről a kecskemétiek tér felén. Marsa megadja a jelet, jön be a labda. Forgács. Az egyik legjobban fejlő dabasi védőt, Forgácsot kereste Marsa, meg is találta. Azonban az indítás nem volt jó. És végül már a kapus indítást Marsának kellett kikísérnie a saját 16-osán belül. Tóth lép oda Erdősnek. Kersek már a labdával. Megy is a passz egyből Marsának. Tudás.
nem volt jó a próbálkozás. Megint kint volt a kapujától Mészáros. Az elgondolás jó volt, a kivitelezésbe csúszott egy kis hiba a tudás részéről. 33. percben járunk, továbbra sem láttunk gólt. És megy a letámadás Dabasi részről, Koszói veli fel. Márton fejel, de nem jó helyre. Vágó forgat ki balra. Grünwald pedig biztosított hátul. Vágó újra a labdával. Egy visszacsel Vadó mellett. És megint inkább balra viszik el a kecskemétiek a labdát. Aztán visszakerül középre Gálnak. Most forgatnak jobbra Koszóhoz. Puskás. Vágó. Nem volt pontos a visszagurítás, de nem volt előtt most ott Dabasi támadó. Nyugodtan oldhatta meg Gál. Ez a beivel is viszont jó. Kersák azonban kilép. És Grünwald elől felszedi a labdát. Az utolsó 10 percre fordulunk az első fél idő hajrájában. Továbbra is 0-0-ás a mérkőzés állása. Asztalos támadta Kersákot. Balra jött az indítás. Nem tudta azonban levenni Károly. Busa már a labdával. Szabó mögül jól léptek ki. De megint elpattan a labda a kecskemétektől. Busa jól lépett be. És Lemvara egy játékos. Ezért rúgta ki Márton. Nagyon sportszerűen. Megint Puskás a földön. Ezúttal azonban meg is várták, hogy jöjjön a segítség hozzá. Puskás már talpon, de el kell hagyni a játékteret. Nem minden bizonnyal tudja folytatni a mérkőzést. A vendégek játékosa. És nagyon sportszerűen visszaadja a Kecskemét a labdát. Puskás pedig már is jelentkezik és megkapja az engedélyt a játékvezetőtől a pályára lépésre. Marsa. Tudás. Forgács Ficznek. Jó beindítás Erdősnek. És nem történt semmi. A játékvezető szerint Erdősről fektében került ki a labda. Az oldalvonalon túlra. Így a Kecskemét dobhatja be a labdát. Koszó. Puskás. Ott Marsa. Nem tudta irányítani már ezt a labdát. Bent pedig a 16-oson belül nem volt úgy helyezkedő Dabasi támadó, akinek ez jó lett volna. Asztalos. Szabó csúszik be messziről, de hatékonyan. Marsa. Asztalos felteszi a kezét, elismerte a szabálytalanság tényét. Koszó fejeli el, de Fritzhez. Vladó pedig inkább hátrafele passzol. Márton. Földbe rúgott elsőre. Még Károly hozzá tudott érni. Rárúgta a Dabasi védőre. Dobhatnak újra a vendégek.
Puskás kereste Tótot, de nem jut el hozzá a labda. Erdős visszagurít Mártonnak. Pontatlan azonban az előre rúgott labda. Grünwald. A biztosat választja és visszapasszol hátra Gálnak. Kecskemétiek sem vállalnak a minimálisnál egy kicsivel sem több kockázatot. És amikor úgy érzik, hogy mielőtt gond lenne, inkább hátrafele játszanak. Ez viszont egy meg nem értés volt Koszó és Puskás között. Marsa. Erdős a vonal mellett. Marsa. Erdős, rosszul ér bele a labdába, visszakerül Marsához. Szabó. Dudás. Földes Szabó felé. Nem tudja átcselezni magát Szalain. És utána szabálytalankodik Szabó. Kecskeméti szabadrúgás következhet. Elcsúszik a labda Erdős lába alatt, Mártonnak kell besegíteni. Ladul. Jól lépett oda mellé Szalai, Erdős viszont nem engedi ki a labdát. Fritz visszapasszol Földesnek, Forgácsnak. Újra Forgács. A beindítás. Ladul. Három védő között is megtartotta a labdát. Földes. Most a kap középen labdát. De egyből figyeltek és léptek rá. Fritz. Elfejeli Földes. De Szalaihoz. Ágoston. Szabó és Dudás közös elővel szorította az oldalvonal mellé Ágostont, meg is lett az eredménye, megszerezték a labdát. Marsa. Nem volt pontos a labda a Busa felé. Duda simára a labdával, és hátra passzolgálnak. 4 perc van még hátra az első fél időből, továbbra is Dabas-Kecskemét 0-0. Koszó. Vágó. Jól lép bele. Vladul a labdába. Erre viszont nincsen Dabasi induló támadó. Szalai. Hosszú kereszt Puskás irányába, de nem a legpontosabb volt a labda, és meg is csúszott a füvön. A tisztán fejelhet, aztán Erdős csúsztat tovább. Tudosi vágja előre Tóth felé. Fritznek oda kell lépni, hogy Károly ne férjen a labdához. Koszó két kézzel lőtt el Radó Stefánt. Most azonban nem kapkod, hiszen nem volt tisztán megjátszható csapattárs. Yeah.
Marsa. Horgács. Dodás vissza Forgácsnak. Most jön az indítás Dudástól. Szalai elfejelte. Földes azonban visszafelé Vladul elé. Busa lép vissza. Földes. Már a 16-oson belül. Ott a lövőhelyzet. De nem találja el Balla a Földes. Az eddigi legnagyobb davasi helyzetet írhatjuk fel a 43. percben. Mészáros Koszónak. Jól lép bele Busa. Puskás már a labdával. Károly. Puskás rúgja fel előre. Dudás fejel bele, de nem a legjobb helyre. Vladul. Elvitte vágó mellett, aztán kapott egy rúgást, de ez nem ért szabad rúgást. Fritz azonban gyorsan elveszi Puskástól. Márton már Busának. Koszó lába nyúlt ki Busa teste mellett. A bedobáshoz pedig már Fritz lép előre, de azt nem végezheti el, ugyanis hosszabbítás nélkül ér véget az első félidő. Komoly mezőny munkát láthatunk mindkét oldalon, gólt viszont eddig még nem, úgyhogy most tartunk egy rövid kis szünetet, és a félidő után jövünk vissza. A második játékrésszel várjuk Önöket vissza akkor is. A mérkőzés közvetítésének támogatója Trendház 2000 Kft. A szakértő könyvelés. Adótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés már több mint 25 éve. Köszöntöm Önöket, Szabó Erika vagyok. A Másképp című műsor házigazdájaként igyekeztem olyan embereket meghívni ide a stúdióba, akik a térséghez kötődnek. Életünk, gondolkodásmódjuk példával vagy épp tanúsággal szolgálhat nekünk, itt élőknek. Gyerekkoromban hát a körülöttem lévő tárgyakkal nyilván játszottam, vagy csináltam belőlük valamit. Agyagoztam is egyébként már gyerekkoromban, tehát az otthon talált földásáról. Mi ugye egy parasztudvarban nőttünk fel, nekünk ezek voltak a legközelebbi, meg kézzelfoghatóbb játékaink, a föld, a kukorica, csutka, ilyesmi, ez nem ilyen feltétlen, ilyen paraszti értelemben, de én ezeket szerettem, mindenféle természetes anyagot. Tulajdonképpen akkor, amikor én ezt elfogadtam, és bekerültem az óvoda falai közé, én akkor szembesültem a pedagógus pályának a szépségével, és konkrétan én akkor döbbentem rá, hogy gyakorlatilag valóban ez az én utam. Mennyit gyakorolsz egy nap? Sokat. Hogyha mondjuk nincs más elfoglaltságom, akkor ilyen 6-8 órát. Hogyha meg egyetem van, akkor 4-5-öt. A 4-5 az minden nap. Várom Önöket a képernyő elé, vendégeimet pedig ebbe a fotelba. Legyen ez a meghitt és őszinte beszélgetések ideje. Itt a Dabas Televízió műsorán. A mérkőzés közvetítésének támogatója Trendház 2000 Kft. A szakértő könyvelés. Adótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés már több mint 25 éve.
És ebben a pillanatban útjára indul a labda a második játék részben. FC Dabas Kecskeméti téje a félidőben 0-0. Közben a szünetben újra elerett az eső, úgyhogy ez mindenképpen hozhat még egy kis izgalmat a játékba, és reméljük gólt is láthatunk, de nem csak az időjárás lesz az egyedüli izgalma, a harmadik helyezett Dabas és a lista vezető Kecskemét rangadó mérkőzésének itt az MB3-as bajnokság középső csoportjának 30. fordulójában. A Kecskemét kezdte a másik játékrészt, de gyorsan megszerezte a labdát a Dabas. Fritz indítása nem volt a legpontosabb. Puskásról vágódott le. A szünetben sem Szabó István a hazaiak, sem pedig Gombos Zsolt a vendégek vezető edzője nem cserélt. Úgyhogy egyenlőre ugyanazokat a csapatokat és játékosokat láthatjuk a pályán, akik kezdték a mai találkozót. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy ne cserélnének majd a másik játék részben a vezetőedzők. Mindkét csapat cserejátékosai egyébként elkezdték már a melegítéseket. Dabasi oldalon 9, Kecskeméti oldalon pedig 5 játékos várhat bevetésre. Grünwald. Szalai. Elpattan a labda Ludasitól. Ludasi. Hátul Gál. Koszó. Minden egyes kecskeméti játékos mellett ott egy Dabasi, Vladul és Vágó ütközött. A vendégek csapatkapitánya maradt lent a földön, de csak pár pillanatig már újra talpon. Vágó Levente. Koszó. Gál majd Szalai. Ágoston sarokkal. Földesnek bele kell érni, hiszen Dudáson megpattant a labda. Vladó nem tudja megtartani. Marsa hátulról szerez labdát. Asztalossal szemben. Mészáros pedig egy hazagurítást vett fel. Reklamálnak is a dabasi játékosok a játékvezetőnél. Ez nem hatotta meg Horváth Patrikot. Mehet tovább a játék, és már Grünwald passzol Ludasinak. Ludasi befelé. Elcsúszott a labda, és Kersák remekül lépett ki, és kapta el Ludasi elől. Márton. Gál fejeli a Vladul elől. Vágó mellel, aztán saját csapattársa találja a telibe. De marad a labda a Kecskemétnél. Grünwald. Egy rossz visszagurított labda. Kim volt Mészáros a kapujából, de nem volt jól Vladul lábán. Busát ugratja ki. Busa fedezi a labdát Gál mellett a 16-oson belül, most már 16-oson kívül. Visszagurítás Szabónak, jön a beívelés, de megelőzték Vladult, és utána Erdős elől tisztáz Szalai. Dabasi bedobás következhet, amihez Földes kocog oda. Földes készül nagy bedobásra, alaposan megtörli a labdát, aztán végül Szabónak passzol oda, Szabó visszagurítja. Szabó 16-oson belül, rárúgt a gára, alapvonalon túlra pattant a vendégek középső védőjéről a labda, az első dabasi szöglet
a második félidőben és a találkozón is. 3-1 a szögletaránya egyébként a Kecskemét javára. És Marsa az, aki el fogja végezni a szögletrúgást. Marsa megadja a kézjelet, érkezik be a labda. Jól láttam, Gál fejelte ki, Fritznek kell begyűjteni hátul. Ugratja ki Marsát, de előnyösebb helyzetben volt a visszazáró asztalos. De pedig már Grünwald dobja be. Asztalos vissza Grünwaldnak. Jön a felrúgott labda. Tóth nem fér oda Dudás mellől. És a vendégek támadója volt szabálytalan. Földes. És jöhet a második dobosi szöglet. Az 51. percben. Ezt is Marsa fogja majd elvégezni. Ezúttal beíveli, és megint tudott fejelni Forgács. Játékvezető azonban nem szögletet ítél. Reklamáltak a dobosi játékosok, hogy ott még egy kecskeméti játékosról pattant ki a labda. Horváth Patrik játékvezető azonban mutatja, hogy kecskeméti kirúgás következhet. Mészáros el is fog végezni. Felléptek a kecskeméti védők, és jött Mészáros kirúgása. Erdős mellett nem tud fejelni Puskás, így érintés nélkül kerül ki a labda. Dobhat a Dabas, de mielőtt dobna a hazai csapat, cserélnek a vendégek. 23-assal Konstantinescu Dan Marius érkezik a pályára, és még nem láttam pontosan, ki fogja elhagyni a játékteret. De már a túloldalon ezt megtette. Asztalos Dávid helyére érkezik, tehát Konstantinescu. Csere a vendégcsapatnál, lejött a pályára 29-es számmal Asztalos Dávid, érkezett a pályára 23-assal Konstantinescu Dan Marius. Hajrá, Dabas! Fritz kapta meg a labdát, amit be tudott dobni. Vadó pedig már Dudás felé passzol hátra. Földes azonban megindulhat itt a jobb oldalon, de inkább indítást választ. Két dabasi közé ment be a passz, Szalai könnyedén fejelte ki. Dudasi labdája eljutott Tóthoz. Kisegítette Dudást Forgács. Grünwald. Koszónak a keresztlabda. Grünwald. Földes lép oda. Jól. Busa pedig Marsának passzol. Vladul. Fritznek forgatját a bal oldalra. Jön a beívelés, de Szabó aláfutott a labdának. Így pedig a Kecskemét dobhatja majd be a labdát. Grünwald, Konstantinescu első labdaérítése.
Kecskemétsel. Jó volt a passz, nem, de szabad rúgás kap a Kecskemét. Koszó. Koszó Szalainak. Pusa lép ki rá. Konstantinescu. Vágó. Grünwald. Megint Konstantinescu. Földes kotorjel előre, Busának pedig odalép Szalai. Marsa hátul. Gács, Mártonnak. Károly lép ki rá, Fritz. Puskás lépett oda, a Dabosiak csapatkapitányának, de labdát nem tudott szerezni. Radul. Szabó még becsúszva, passzol tovább Földesnek. Földes inkább befelé indul. Marsa lép második hullámban fel. Marsa viszi tovább. Busának a passz, de Busa körül hárman. És végül Busa lépett oda Szalainak. Ugyanaz a helyzet, mint az előbb, csak fordított leosztásba. Akkor Szalai faltolt a Busát, most itt Busa szabálytalankodott Szalaival szemben. Koszó pedig már jobb oldalon hozza fel a labdát. Tóth. Megy a beindítás Puskásnak. Márton lép oda időbe. És rárúgja a vendégek játékosára a labdát. Márton Dávid, így Kersák majd kirúgást végezhet el, és a Dabosi csapat is cserélni fog, amire engedélyt is ad a játékvezető. Az 57. percben Szabó László helyére Lévai Norbert lép be. Szabó László érkezik 72-esen Lévai Norbert. Hajrá Dabas! Az elmúlt hétvégi mérkőzésen is ugyanezt a cserét láthattuk, Szabó helyére Lévai jött be, Szabó rengeteget dolgozott akkor is és most is a pálya közepén, és Lévai pedig jól szállt be akkor a mérkőzésbe. Sok értékes labdát szerzett és mezőny munkája is kiemelkedő volt a Majosi Ese ellen. Minden bizonnyal ugyanilyen céllal küldte ma is pályára őt Szabó István, a Dabosiak vezető edzője. Stefan, Lévai. Nem fordul kapu felé. Földes. Nem tud bemenni Ludasi mellett, és nem volt szabálytalan a kecskemétiek játékosa. Lévai becsúszva. Udasi, Tudás, remekül ért oda, és tartotta magánál a labdát. Busa nem találta el, jól. Vágó pedig kiforgat Puskás felé. Márton, remek szerelés, és már is megjátsza Vladult. Vladóra jól lépett oda a vendégek csapatkapitánya Vágó. Marsa pedig kiforog, és tisztára játsza magát, meg a Dabosnak a labdát. Tudás.
földes, megy a beindítás Vladó felé, ketten is figyelnek rá. Dudás Tótot és a labdát is oldalvonalon kívülre teszi. Kecskeméti szabadrúgás következhet. Mindkét oldalon egyébként a védők jól figyelnek az eredményes támadókra. Sem Vladulnak, Dabasi oldalon, sem pedig Károlynak és Tótnak Kecskeméti oldalon nem volt igazán nagy helyzete. Két oldalon a kapura lövések más játékosoktól jöttek, úgyhogy az biztosan látható, hogy mindkét vezetőedző elsődlegesen a védekezésre építette fel a csapatának mai játékát. Grünwald jó a cselbe, a hosszú oldalon Márton remekül fejelte ki a labdát, a hosszú oldalon azonban Puskás gyűjtötte be, aki elé jól lép be Lévai, és már is erőszakosan próbál megindulni, amit Puskás csak szabálytalanság árán tud megakadályozni. A 61. percbe járunk, továbbra is gól nélküli döntetlen a találkozón, ami annak fényében a kecskemétieknek értékesebb, hogy ugyanúgy 3 pontos különbségen tudják majd tartani maguk mögött a Dabast. Úgyhogy ha a bajnoki cím szempontjából nézzük, ez az eredmény a kecskemétieknek jobb. Ha a bajnoki célok elérését nézzük és vesszük alapul, akkor azt gondolom azonban a Dabasnak is nagyon értékes ez a döntetlen. Fritz egy hajszállal maradt le Marsa belöbbölt indításáról. Hát egyébként a kecskemétiek eleve úgy építették fel a csapatukat erre a szezonban, hogy ők igenis a bajnoki címért akarnak harcolni. Nem is véletlen az ő helyezésük. Ehhez képest a Dabasiak egy stabil csapatot akartak építeni, ahol mindenki elmondta, hogy egy kiugró őszi teljesítmény adta meg az alapot, és adja meg a lehetőséget a csapatnak arra, hogy az éremért harcoljon. Tehát ez a helyezés és a bajnokságban mutatott játék az mindenképpen sokkal pozitívabb, mint amit előzetesen reméltek volna a Dabason. Tehát, hogyha ezt a részét nézzük alapul, közben egy nagy összecsapás Léva és Ludasi között, akkor a Dabasnak a jelen pillanatban elért dobogós helyezése és a megszerzett 62 pontja az mindenképpen túl teljesíti eddig a várakozásokat, és ennek fényében a Dabasiak mindenféleképpen bármilyen színű éremnek nagyon örülnének a szezon végén. De természetesen evés közben jön meg az étvágy. Így ha már itt a lehetőség, akkor a Kecskemét ellen is szeretnék mind 3 pontot begyűjteni a Dabasiak. Fritz kezében már a labda. Vladul középen Lévainak. Földes tisztán itt a jobb oldalon, kapja is a labdát. Földes. Erdős elvitte előre az embert, aztán inkább ráhozta. Erdős befele egy csellel. Marsa. Vágó zárja előtte a területet. Földes most a beívelés. Gál eltakarította Erdőst. Vladul lábán a labda, nem tud jó kapu felé fordulni. Grünwald pedig már Tótot indítja. Dudás jól ért vissza, és így van ideje a többieknek is visszazárni. Ludasi. Vágó középen. Vágó már a 16-osnál. Forgács remekül kotorja el. Lévai pedig két kecskeméti közül ért bele a labdába, de még nem sikerül a felszabadítás. Jön a beívelés. Dudás fejel. Tótnál reklamálnak kezezés, de mehet előnyszabályban is tovább a játék, hiszen a Dabasiak hozzák ki a labdát Marsa révén. Marsa már a kecskeméti térfélen, de nem igazán van szabadon társ. Lévai találta most meg. Majd pedig Fritz kap labdát a bal oldalon. Nem volt jó a felpasszolás Busa irányába.
Konstantinescu passzolt vissza Gálnak. Puskás indít, és meglódul Károly. Márton becsúszva, volt előtte, jött a visszagurítás. És nézzük a játékvezető ítéletet, ha jól látom, kirúgást ítél, kemény odalépés volt Márton részéről Konstantinescunak. De nincsen Kecskeméti 11-es, és egyelőre a dabasi kapus kirúgásra sem ad jelet Horváth Patrik játékvezető. Értelemszerűen felháborodottan reklamál a Kecskeméti kispad, hogy ezért miért nincs büntető. Vágó pedig már a kirúgás fejelt el. Aztán Koszó kézzel takarította el Vladult, ebből pedig Erdő egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Busát hozza a játékba, Busa 16-oson belül, de vissza kell játszania. Erdős, Lévai, és ott pedig már nincs helyzet, be kell várni a társakat. Földes lép fel a támadáshoz, majd jön a beívelés Vladú fejére, és elkerüli a fejese Mészáros kapuját. Eddig a másik játék részben a nagyobb helyzeteket Dabasi oldalon írhatjuk fel. Egyedül ez a Konstantinescu veszélyeztetés volt most itt az előbb. Kecskeméti támadás végén. A 66. percben járunk, de gólt még nem láttunk. Nagyon küzd egymással a két csapat. Marsa elfejelte Tóth elől, de nem tudta társak pályán belül tartani a labdát. Tóth vissza Grünwaldnak. Vágó, Tóth. Földes. Szalai nem engedte el Vladult, de Gál inkább bent tartja a labdát, és már Mészároshoz kerül hátra, ki egyből továbbítja Koszónak. Koszó íveli fel, de Lévai visszafejeli. Fritz pont elcsúszik labda elől. Lévai Károly mögül. Aztán pedig Puskás kap oda a lábához. De már talpon Puskás. Eddig ő töltötte a legtöbb időt a földön. Vágó Grünwald felé. Konstantinescu. Marsa lép ki rá, és szereli is a vendégek játékosát. És megint Tóth jön ki elvégezni a bedobást. Az első fél időben láthattunk már ilyet. Tóth egészen nagyot tud dobni. Behelyezkednek a jól fejelő védők és a magas játékosok Kecskeméti oldalon. Ez azonban kicsúszott Tóth kezéről. Grünwald, egyből jön a beívelés. Középen Dudás fejelte ki, ez a lövés pedig lepattan. Így egy újabb Kecskeméti szöglet következhet. Szám szerint a negyedik, az első, a második fél időben. És hamarosan újabb csere lesz majd vendég oldalon. De addig is nézzük Károly szögletét. Grünwald fejeli vissza. Konstantinescu harcol meg, de Marsa elkotorja. Vladul. Okosan nem előre, hanem oldalra játszik Erdős irányába. Lévai, remek csel. Már a 16-oson belül Lévai, de belelép Koszó a lövésébe. Aztán Erdős irányítja le a meginduló Károlyt, és az első sárga lapot írhatjuk fel így a találkozón. Most jó oldalon Erdős kapja a 69. percben. És akkor cserélnek a vendégek. Nagy István 9-essel lép a pályára. És aki lejön, 17-es Ludasi Martin.
Csere a vendégeknél lejött a pályáról 17-es számmal Ludasi. Martin érkezett a helyére 9-es számmal Nagy István. Sárgalapos figyelmeztetést kapott 24-es számmal Erdős Gábor. Hajrá, Dabas! Húsz perc van még hátra a rendes játékidőből. Továbbra is a forduló rangadóján Dabas Kecskemét 0-0. És most Erdős jöhet előre. Tudás figyel a lepattanóra, és inkább hátra játszik Kerság felé. Gávettele mellel. És már Koszó lépi át a felező vonalat. Puskás. Földes is mellel játszod a labdát Erdős felé. Marsa. Hátulról sem tudják lerántani. Jó az indítás, de kicsit hosszú a labda Vladó felé. Jó ütembe lépett ki a kapujából Mészáros Dávid. Nagy a labdával. Károly. Tótnak. Vágó. Szalai. Szalai. Erdős lép oda neki oldalról. Kecskeméti szabadrúgás következhet. Ez ilyenkor már megszokott módon. Lépnek fel a kecskeméti védők. Viszont ezúttal nagy lesz az, aki elvégzi majd a kecskeméti szabadrúgást. Nagy a helyezkedés a 16-os magasságában. Most jött a sípszó. Jól kanyarodott be a labda, de Forgács nem csak a kecskeméti kapu előtt, hanem a dabasi kapu előtt is tud fejjel játékba avatkozni. Ezen viszont még egy kecskeméti szöglet jöhet. Ezt is Nagy István fogja elvégezni. A hosszú Tóth fejel, kapu mellé. Egyre inkább erősödik az eső mértéke. 17 perccel a találkozó vége előtt okozhat még meglepetést a csapatoknak. Földes fejelte tovább. Nagy indítja Tótot. Forgács kicsit kézzel is dolgoz, de így megszerzi a labdát. Hátra gulít Kersáknak. Ja, egyből felvágja a levegőbe. Ketten is a földön. Busa volt szabálytalan kézzel. Ő dögte rá vágót Erdősre. Viszont szabadrúgást a Dabas kap. Horváth játékvezető több mindenkinek adott szóbeli utasítást ezután a szabálytalanság után, aztán pedig útjára indította a labdát. És most már Forgács lép előre. Márton. Fritz. Hátulról dolgozott egy kicsit kézzel Puskás, ezt fújta le a játékvezető. Dudás volt teljesen üresen. Ő kapta a keresztlabdát, már ők földes. Vissza Dudásnak. Marsa. Földes.
elmegy a labda Vladu mellett. Busa próbálta volna megjátszani, és rárúgta Koszó kezére a labdát. Veszélyes helyről jöhet egy dabasi szabadrúgás. Ebből nem biztos, hogy gyors lekészítés vagy beívelés lesz. Ezt akár egyből kapura lehet majd rúgni. Egyelőre legyen meg a labda pontos helyzete. Ez úgy néz ki, talán már megvan. Kimérésre kerül a sorfal távolsága is, és most pedig már a dabasi szabadrúgás lövők egyeztetnek egymás között. Kivállalja majd el ezt a helyzetet. Az utolsó 15 percre kanyarodunk rá közben a találkozóban. Továbbra is 0-0-ás a mérkőzés állása. És Fritz van ott a legközelebb a labdához, de ott van Marsa is, két ballábas játékos. Aztán úgy néz ki, ezt a csapatkapitány Fritz fogja elvállalni. Sorfaról lepattan a labda, és Grünwald érkezik. Elsőként oldalra vágja ki a labdát. Nincs gyors dabasi bedobás, sőt Marsa ott is hagyja Fritznek. Kicsit lapos volt Fritz előbbi lövése. Ebből akár komoly helyzet is lehetett volna. Márton. Busa. Lesről jött vissza a dabasiak támadója. És cserél a dabasi csapat a 76. percben. Kovács Péter érkezik a pályára. Cserél a hazai csapatnál lejön. Aki pedig lejön, az a 7-es Busa Bence. Érkezik helyette 6-os számmal Kovács Péter. Hajlá, Dabas! Kovács előre a támadósorban jól egészítheti ki Vladult. Ugyanúgy, ahogy Busa is inkább az alacsonyabb, robbanékonyabb támadó, de ettől függetlenül láttunk már tőle gyönyörű fejes gólt a szezonban. Kovács a télen érkezett Dabasra. És itt egy óriási helyzet. Elcsúszott Dudás teljesen tisztán az ötös magasságára rúghatott kapura tót. De azt hiszem, most megköszönhetjük a esős időjárásnak, hogy Tóth estében, csúszásában nem találta el jól a labdát, ami a felső lécről pördült a kapu mögé. Hát most már elmondhatjuk, hogy a kecskemétieknél volt a legnagyobb helyzet a mérkőzésen. Ezt megúszta a dabasi csapat. De ezt az előbb is említettem, az erősödő eső hozhat ilyet a játékba, hogy az egész mérkőzésen jól záró és jól muzsikáló dabasi hátsó védelem Dudással, Fográccsal és Mártonnal egy ilyen elcsúszás után hozhatja kellemetlen helyzetbe saját magát. Ebből szerencsésen jött ki a dabasi csapat, hogy ezt nem rúgta be Tóth, és nem lőtte meg 14. szezonbeli gólját. Konstantinescu a társ mögé passzol. Dabasi bedobás jöhet a túloldalon. 78. percben vagyunk. Tényleg itt a hajrá. És lehet egyébként látni, hogy az ötöt csere lehetőségből nem véletlenül nem szórják most a cseréket egyik vezetőedző sem. Eddig mindkét csapat középső hátsó alakzata jól működött. Mindkét oldalt egy-egy támadó és egy-egy középpályás csere történt. Hogy bíznak a kezdőkben az edzők. Ez a labda pedig Károly kezére pattant. Jöhet a dabasi szabadrúgás, amit majd Kerság fog elvégezni. Van még azért cserél lehetőség mindkét oldalon. Akár az is érdekes lehet, hogy dabasi oldalon Takács a pályára kerül le. Mezőny egyik legmagasabb játékosa a hajrában egy-egy felívelésnél. Tud könnyen labda közelbe kerülni. Kérdés az, hogy bevállalja ezt a kockázatot. Szabó István hazai oldalról, tehát mindenképpen a három pontra hajt, vagy megelégszik a döntetlen állással is a Kecskemét ellen.
sem biztos egy pontot választja. Ebben az esetben is természetesen Takács pályára kerülhet, hiszen akkor hátul a saját kapu előtti elhárításban lehet szerepe az ő testi erejének és magasságának. Földes Kovács nem tud jól a labdába érni és lefordulni, viszont dobhatott Földes továbbra is. Vladó kerül földre a 16-oson belül, de nem volt szabálytalanság. Ez a labda pedig egy kicsit hosszú. És Nagy már csak a vonal után érte el. Földes dobhat, Marsa vissza Földesnek. Erdős megforgatja Nagyot. Erdős egyből befelé. Szalai a biztosat választotta és gyorsan kirúgta a labdát. A harmadik dabasi szöglet következhet a mérkőzésen. És az első kettőt, ezt is Marsa Levente fogja elvégezni. Jön be Marsa labdája, hosszúra, Forgács fejli vissza. Lévai a lepattanóval. De beleért egy Kecskeméti. Így újabb szögletet rúghat Marsa. Megint a hosszúra, de azúttal nem volt ott jó érkező játékos. Ez pedig Mészárosé. És Dudás remekül fejli vissza a kapus kirúgást. Ráadásul csapattárshoz. Így Marsa már a támadást építheti. Kovács. Vagy a kiugratás. Erdős nem abba az irányba indult. Szalai megoldja Grünwald segítségével. Konstantinescu pedig hátulról löki Marsa. Kecskeméti szabadrúgás jöhet a 82. percben. Koszó. Hosszan hozza fel a labdát. Károly. Egy csel kifelé. Aztán jön az indítás. Pontatlanul. Ez a labda most nem csúszott meg, úgyhogy Márton inkább hazagurította. Kersek pedig kirúgta a labdát. Vladul. Lévai felé. Koszó volt jobb helyzetben. És hátrafelé is tudott passzolni a kecskemétiek játékosa. Mészáros már Szalainak. Érkezik rá a dabasi nyomás, de megoldják. Nagy indítása kicsit hosszú és kifele tekeredik. Nem tudta elérni Tóth. Földes a bedobással. Erdős megcsúsztatja, Vladó futverseny Szalaival, és Szalai megint a biztosat választja, és kirúgja a dabasi támadó elől oldalra. Földes Erdősnek, Grünwald azonban ügyesen lépett belé, és kikísérte a labdát. 6 perc van még hátra a rendes játékidőből. Jön Mészáros kirúgása.
de átcsúszik Tóth fölött, és túl nagyon pattan a labda, így Grünwald sem tudott beleérni. Kessák Konstantinescu ellen Dudásnak passzolt, jön a hosszú indítás. Lévai, Kovácsot keresi, de Gál volt jobb helyzetben. Marsa. Nem egyből, hanem ügyesen leveszi a labdát, és úgy próbálja megjátszani. Földes. Radul. Nem tudta megtartani Szalai mellett ezúttal. Konstantinescu fejeli el, de nem volt a csapattárs. Márton könnyedén tudja hazagurítani. Kersák. Lévai elfejé Grünwald elől. Tóth és Dudás egymás mezét húzták. Egyik sem kapott fújást. És utána már Fritz a bal oldalon lépte át a felőző vonalat. Kovács. Radul. Nem tudta most megtartani a labdát. Nagy hozza ki. Két dabasit is megkerülve. És a második csele után kap szabad rúgást a kecskemétiek játékosa. Szalai, Grünwald, vissza Szalai. Koszó már a labdával. Szalai, rossz volt az indítás, Márton pedig Kovács felé passzol, és szabad rúgást is kap Kovács Péter. Ráadásul a vendégek csapatkapitánya még szöveggel is a játékvezetőnek a szabálytalanság után, egy 87. percben sárga lapot kap Vágó Levente. Sárgalapos figyelmeztetést kapott 16-os számmal Vágó Levente. Hajlá, Dabas! Marsa röviden forgácsnak. Összekapja a labdát. Kicsit csokottatik Kecskeméti támadó, jó lenne elrúgni. És most kell föllépni a forgácsnak. Kinek rátartott a lábára Károly. Szabad rúgást kap a Dabas. És valószínűleg egy újabb sárga Kecskeméti oldalon. Igen, Károly Bálint kapja a 88. percben. És mellette cserél a Dabas. Két perccel a rendes játékidő vége előtt 13-assal Sziklási érkezik be. És a csatár Vladó Stefán jön le. Vladó Stefán érkezik 13-assal Sziklási Gergely. Sárgalapos figyelmeztetést kapott. Ez a csere valószínűleg akkor azt jelenti, hogy Szabó István az egy ponttal is megelégedik, bár Sziklási nem a megszokott helyén, inkább a védelemben, hanem ezúttal előre helyezkedett fel. Úgy látszik, őt univerzális játékosként több pozícióban is tudják használni a Dabasiak. És ahogy ezt kimondom, már csak egy perc van hátra a rendes játékidőben, nem láttunk még jelzést arra vonatkozóan, hogy lesz-e hosszabbítás, és ha igen, mennyi. Grünwald. Szalai indít, Tóth, Márton azonnal ott, és utána Kéz. Három perc a hosszabbítás, ami ebben a pillanatban el is kezdődik.
Úgyhogy a ráadásban vagyunk. A játék képe és a helyzetek alapján azt gondolom, hogy igazságos a döntetlen állás. Ebben a három percben. Azonban még mindkét csapat a győzelemért küzd. Kovács megállítja félpálya közepénél, visszahúzva a vendégek csapatkapitányát, Vágót. Így ő is kap egy sárgalapos figyelmeztetést. És most is azt láthatjuk, hogy fellépnek a kecskemétiek. Egy középre ívelés fog következni. Nagy a labda mögött. Jön a labda. De Kersák nagyon magabiztosan. És egyből megy az indítás. Kovács frissen még hátha versenyt tud futni. Ki kell jönni a Mészárosnak, aki nem nézte az irányt. Csak azt, hogy el tudja rúgni a labdát. Mars egy gyors bedobás. Kovács vissza Marsának. Még ott van Bent Sziklási. Lehetne fölívelni a labdát. Erdős. Jön a beívelés. És ott eltakarították, ha jól láttam, Sziklásit. De nem ért 11-est. Ez a kecskeméti falt. Puskás. Még egy hosszú indítás, úgy látszik, belefér. Forgács fejjel a labdát. Oda lépett mellé Tóth. Ugye a Dabasiak védője kap szabadrúgást. Ami előfordulhat, hogy az utolsó megmozdulás lesz a találkozón. Miközben a vendégek csapatkapitánya Vágó van a földön. Görcsöt kapott a lába, úgyhogy Szalai segít. Gyorsan. Bori, a 16-oson volt a fal, Bori! A 16-oson volt a fal! Kersák. Még a passz belefér. Marsa vissza Kersáknak. Most jön a felívelés. Még egy bedobás. Erre úgy látszik, még van idő. De már mindenképpen a végén járunk a hosszabbításnak. Fritz kezében a labda. Sziklás jelöl kifejelik. Újabb Dabasi bedobás. Megint. És ezúttal Sziklási volt a szabálytalan. Mindenki fut előre kecskeméti oldalon. Koszó rúgja fel a labdát. Még mehet tovább. Tóth. Márton becsúszva tisztáz. És ebben a pillanatban lefújja a találkozót Horváth Patrik játékvezető. Egy nagyon komoly mezőny munkával és mindkét csapatnál a védelemre épített taktikával. Egy igazságos, döntetlen a végeredmény a mai találkozón. Legközelebb egy hét múlva lesz újra hazai pályán mérkőzés az FC Dabas csapatának. Akkor április 25-én szintén 5 órai kezdéssel a Dunaújváros lesz ellenfele a dabasi csapatnak. Ezzel a döntetlennel nem változott a különbség, továbbra is a Kecskemét vezeti a tabellát. 66 ponttal, igaz az Iváncsa mérkőzéséről még nincsen információnk, és az FC Dabas is megőrizte dobogós helyezését, a harmadik helyen állnak a 30. forduló után 63 ponttal. Én megköszönöm önöknek megtisztelő figyelmüket a mai mérkőzése is, a végeredménnyel búcsúzok, FC Dabas Kecskeméti téje 0-0, várjuk önöket tehát legközelebb egy hét múlva, ugyanitt a Dabas Televízió képernyőjén és a YouTube csatornáján is. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra! A mérkőzés közvetítését támogatta Trendház 2000 Kft. A szakértő könyvelés. Adótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés már több mint 25 éve.